Én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezzel a két szóval, hogy én vagyok, Jézus visszautal arra a találkozásra, amikor a pusztában, az égő csipkebokornál Mózes kéri Istent, hogy mondja meg, hogy kivel beszél. És Isten bemutatkozik Mózesnek, és azt mondja, hogy én vagyok, aki van. Amikor ezt a két szót idézi a szentírás, akkor azt mondja, hogy Isten. Vagyis Isten az út, Jézus Krisztus Isten, és Isten az út, Isten az igazság, és Isten az élet. A három teljesen összefügg, egymásba kapcsolódik. Aki, aki megismeri az igazságot, az az igazság útján fog járni, és az élete is az igazság mentén fog történni. Nem lehet szétválasztani, hogy én csak az igazságot akarom, én csak az életet, én pedig csak az utat. Jézusban ez a három teljesen egy, és aki hisz Jézus Krisztusban, ő benne is teljesen egy lesz. Bármelyik kell találkozunk, eljutunk a másik kettőhöz. Ha az útra lépünk, eljutunk az igazsághoz és az élet teljességéhez. Ha az élettel találkozunk Krisztusban, akkor az igazság és az út is osztályrészünk lesz. A kereszténységben az a rendkívüli ajándék, hogy a többi vallással ellentétben, hogy a a többi vallás folyamatosan azt keresi, hogy hogyan lehet eljutni a természet fölöttihez, a transzcendenshez, és ehhez különböző gyakorlatokat, utakat kínál. Egyedül a kereszténység az, amely azt állítja, hogy nekünk nem kell eljutni oda, mert hozzánk eljött az Isten. Jézus Krisztusban megjelent az Isten. És amikor Jézus azt mondja, hogy aki engem lát, Filip, az látja az atyát. Ennél csodálatosabb ajándékot nem kaphattunk volna. Nem kell elképzelnünk, hogy milyen az Isten. Nem egy elvont fogalom, nem egy, egy, teológiai fogalom, vagy egy filozófiai fogalom. Egy személy, aki megjelen közöttünk, akivel lehetett beszélgetni, és aki megmutatta, hogy hogy szeret az Isten. Akiben Elénkélte magát a mennyei atya. Ha valaki megismeri Krisztust, akkor meg fogja ismerni a mennyei atyát. A Szentléleknek van egy csodálatos munkája közöttünk. A Szentlélek mindenkit Krisztushoz akar vezetni. Krisztus pedig mindenkit az Atyához akar elvezetni. Az ő Atyához, aki a mi Atyánk is. Ahhoz, hogy ezen az úton, aki maga az igazság, eljussunk az élet teljességére, ahhoz, hogy Krisztussal egyre mélyebb kapcsolatunk legyen, ahhoz rá kell lépnünk az alázat útjára. Szent Pál a leveleiben négy pontban megfogalmazza, hogy őt hogyan vezette az alázat útján a Krisztussal való kapcsolat. Először azt írja, hogy neki az Neki külön az apostoloktól független is, függetlenül is megjelent Krisztus a feltámadott. Őt erre méltatta. Akkor még ő a kiválasztottság tudatának egészen magas fokát éli meg, aztán körülbelül öt évvel később egyik levelében, amit most olvastunk a Korintus elevében, azt írja, hogy nekem, mint egy elvetéltnek vagy idétlennek is megjelent a Krisztus. Kezd alakulni a kép. Az apostolok között az elsőből már eljutunk oda, hogy az apostolok között ő az utolsó, mint egy elvetélt, akinek megjelent a Krisztus. Ugyanis ebben a kapcsolatban, minél mélyebb a kapcsolatunk Krisztussal, az igazsággal, és annál mélyebben megismerjük az igazságot önmagunkról, hogy kik is vagyunk mi valójában. És egyre inkább felértékelődik Isten irgalma és szeretete, és egyre inkább a valóságot fogjuk szeretni önmagunkban. Azt a bűnös embert, akit arra méltatott az Isten, hogy meghalt érte és benne él a Szentlélek által. És aztán ennek az útnak még van folytatása pálapostól életében, mert jó néhány évvel később már azt írja le, hogy nekem a bűnösök között elsőnek megjelent a Krisztus. És a halál előtt már ott tart, hogy nekem a bűnösök között az utolsónak megjelent a Krisztus. Egyre tisztábban látja a képet saját magáról, de Pálapostól ettől nem lesz depressziós, ettől nem lesz életunt, és ettől nem maga körül forog, hanem számára az élet Krisztus, és minden körülette forog. A Szentlélek ezt az utat mutatja nekünk is, hogyha megismerjük az igazságot, aki Krisztus, és találkozni akarunk vele és az atyával, ha ezen az úton következett, ahhoz, hogy ezt az utat végig tudjuk járni, ahhoz meg kell szívlelnünk, amit a Szent Lecke elején olvastunk a korintusiakhoz írt levélből. Pálapostól a korintusiak figyelmébe ajánlja az evangéliumot, amit ő hirdetett. Elfogadtátok, és szilárdan kitartatok benne. Ezáltal nyertétek el az üdvösséget, mert aki megismeri, megismeri Krisztust, az megigazul, az elnyeri az üdvösséget, elkezdődik az örök élete. Ha megtartjátok, úgy ahogy hirdettem nektek, különben hiába lettetek hívőkké. Nem elég megismerni a Krisztusban az utat, az igazságot és az életet, és ennek nagyon örülni, hanem a megismert igazságban az evangéliumban ki kell tartani, el kell fogadni és ki kell tartani. Különben, hírja Szent Pál, hiába való a hitünk. Nem termékeny, hanem csak arra jó, hogy megelégedjünk saját magunkkal, hogy mi hol tartunk a kereszténységünkbe vagy a vallásosságunkba. Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe van ők megismerték Krisztusban az igazságot, elfogadták ezt az igazságot, egész lényükkel meghajoltak az igazság előtt, Krisztus előtt, és rátették az életüket, és rátették a halálukat is. Vértonuk lettek a Krisztussal való kapcsolatuk miatt. Kérjük ennek a két apostolnak a közbenjárását, hogy amit megismertünk igazságot, abban kitartsunk, és arra rámerjük tenni egész életünket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.